témán. A mai videó egy mit eszek egy nap videó lesz, illetve egy nagyon jó kis receptet is hoztam nektek. Mint láthattátok, én már túl vagyok a reggelin, illetve a reggeli kis sétámon is, hiszen itt nagyon szép napsütéses idő van, úgyhogy mutatom is, hogy mit ettem ma, és találkozunk az ebédnél. Itt is vagyunk az ebédnél, amire egy vegán rántott húst fogok készíteni, zellerből, hozzá pedig egy vegán uborkasalátát friss kaporral és karfiol rizst, úgyhogy egy nagyon hagyományos magyar ételt próbálok tényleg veganizálni, mutatom is nektek a lépéseket. Első lépésként az ellert megpucoljuk és felvágjuk körülbelül ilyen 1 centis szeletekre, tehát az se jó, ha túl vékony, illetve az se jó, ha túl vastag, és ezt forrásban lévő vízbe fogjuk most belerakni és egy kicsit előfőzzük. Én a vízbe most zöldségleves port is raktam, hogy az zeller már kapjon egyből egy kis ízt. Nem kell teljesen puhára főzni, csak épp, hogy egy kicsit puhább legyen, hogy ne kelljen olyan sokáig olajban sütni majd a végén. A karfiol rizshez a karfiolt megpucoljuk, rózsákra szedjük, majd egy turmixgépbe, illetve aprítógépbe rakjuk, és tényleg egy ilyen rizses állagúra fogjuk pürésíteni, tehát nem szabad túl pürésíteni, inkább ilyen nagyobb darabokra. Itt látjátok, tehát tényleg szerintem majdnem, hogy úgy néz ki, mint a rizs, tehát ezt a nagyságot és ezt az állagot próbáljátok meg elérni a karfiollal. A karfiolt összekevertem egy kis olívaolajjal, citromlével, sóval, borssal, sütőpapírra fektettem, és most pedig megy be a sütőbe, körülbelül 20 percre. A következőkben a vegán tejfölös uborkasaláta receptjét mutatom meg, amihez először a szószt fogjuk elkészíteni. Ehhez mustárra, kókuszjoghurtra, de ha nincs kókuszjoghurtatok, szójajoghurttal is működőképes, vegán majonézre, amit boltban is lehet vásárolni, vagy nagyon egyszerűen otthon is lehet készíteni. Ha esetleg érdekeltiteket, akkor írjátok le kommentbe, és csinálok egy videót róla. Citromlé, só, bors, ezekre lesz szükség. Hát egy az egész kókuszjoghurt jöhet bele, ez egyébként 125 g. Só. Majonéz. Hát szerintem egy ilyen jó nagy evőkanál, vagy két lapos evőkanálnyi. Mustár. Egy kis kanál. Én inkább annak vagyok a híve, hogy kevesebbet rakok bele, megkóstolom, és többet mindig lehet belerakni, de ha sok van már benne, akkor kicsit nehezebb bűvészkedni. Kis citromlé, és ezt most szépen összekeverem. És voilà, el is készült az uborkasaláta, friss kaporra. Hogyha lenne itt most piros paprikám, akkor még azt is szórnék rá, de sajnos nincs. Úgyhogy most ez így marad, de szerintem így is nagyon finom lesz. A karfiolt kivettem a sütőből, átraktam egy serpenyőbe, adtam hozzá sót, borsot, csilit és egy kis friss koriandert, illetve lime levet. Isteni finom, tehát tényleg, ha valaki nem is szereti a karfiolt, próbálja ki, mert ahogy berakjátok a karfiolt a sütőbe és megsütitek, teljesen más íze lesz, és elveszti azt a jellegzetes karfiolos ízét, úgyhogy tényleg mindenkinek, aki szeretne kicsit egészségesebb alternatívát, köretként ezt a karfiolt, és mindenkinek ajánlom.
Most pedig szeretném megmutatni, hogy mibe is fogom panírozni a kis rántott zellerjeimet. Teljesen, mint a hagyományos panírozás, tehát az első lépésként liszt. Én most csicseriborsó lisztet használok, de lehet sima lisztet is használni, lehet valamilyen más gluténmentes lisztet, ez teljesen rátok van bízva. A következő lépés, amihez viszont kimondottan a csicseriborsó lisztet ajánlom, hiszen ezt a tojásos állagot szeretnénk elérni. Ez csicseri borsó liszt, én raktam bele még sót, fűszereket, egy kis piros paprikát, és ezt vízzel össze fogom keverni, és ez tényleg olyan állagú lesz, mint a felvert tojás, ezt majd mindjárt meg is fogom mutatni. Ebbe még lehet esetleg fekete sót rakni, hogyha valaki nem ismeri a fekete sót, ez egy fűszer lényegében, aminek van egy ilyen kis tojásos utóíze, úgyhogy ezzel még jobban fel lehet turbózni. És én nem panírmorzsába, hanem ilyen magkeverékbe fogom forgatni a végén, és így ahogy megsütjük, ez nagyon-nagyon finom, ropogós lesz, és hát nem is szólva arról, hogy azért sokkal egészségesebb, mint egy sima zsemlemorzsa, de ha ti azzal szeretnétek csinálni, akkor abszolút működőképes úgyis a recept. Tehát egy ilyesmi állagot kell elérni, ez most még egy kicsit hígabb, de hogyha állni hagyjuk, akkor ez be fog sűrűsödni. Még egy extra tip, esetleg egy kis utifű makhéjat is rakhattok ebbe a keverékbe, és akkor biztos, hogy jól hozzá fog tapadni ez a massza a zellerhez. Ezt ajánlom, hogy fűszerezzétek be rendesen, nem baj, hogyha egy kicsit túl sósnak érzitek, vagy túl fűszeresnek, mert végülis ez fogja az ízét adni a rántott húsnak. És akkor itt is van a végeredmény, vegán rántott hús, karfiol rizssel és uborkasalival. Mindjárt teszteljük. Akkor lássuk, hogy milyen lett ez a kis kreáció. Minden esetre nagyon-nagyon jól néz ki, szerintem. Tehát... Karfiol rizs jó. Néz ki belülről, hogyha rázoomol a kamera. Isteni finom minden. Így együtt tényleg egy nagyon jó kombináció, és azok a régi hazai ízek jönnek elő, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlani tudom, hogy próbáljátok ki. És itt is vagyunk a vacsoránál. Én most értem haza munkából, és már elég késő van, úgyhogy ilyenkor már nem szeretek semmi nehéz ételt enni. Úgyhogy egy kis levest fogok enni, ami ma egy gyorsan összedobott karfiol leves vöröslencsével, és most pedig egy kis friss paradicsomot vágtam bele. Úgyhogy mutatom is, hogy néz ki. Hát ez most tényleg semmi francolás, csak egy egyszerű kis leves. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok, remélem tetszett a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és nyomjatok egy lájkot, és a következő videóban találkozunk. Köszönöm, sziasztok!